corner of events here, and Maric just caught Pinko with the knee. Maric defeats Eric Pinko. Mamma mia! I'm here, brother. What's up, brother? Oh, what's up, brother? What's up, bro? How you doing? I'm doing all right. Second time already, my brother. Huh? Yeah. If you, the one was sticky, he didn't pull. He didn't. Yes. He let it dry. Still don't have. You made a hole in your thigh? It looks good because it's all dry. See? Yeah. That's a good signal. Műtét utáni második nap van. Most kicsit lebontottuk a kötést a lábamról. Hát eléggé viszket most ott a lábam. Alvat vér van ott, meg ahogy most néztem, még kicsit nyitva van a seb. De mindegy, holnap reggel 10-re már megyünk. Október 17, hétfő van. Mégre megyünk kontrollra. Az első gyógytornám következik. A lényeg, hogy végre látja az orvos a lábamat, és kapok új instrukciókat. Elvileg még az első hét ilyen nagyon nehéz, de utána már jobb lesz. Szokásos reggelim. Fontos így a felépülés alatt is, hogy szeretnék egészségesen enni, meg fogok is. Igazából én így is szeretek enni. Most azért elég örülök, majd megnézik a lábam, mert ugye még nem volt átkötés. Ennyi, hogy Gilbert meg Herbert jött át, és ők adtak pár tanácsot. Most a járás az eléggé fájdalmas, kimenni WC-re nehézkes, még sajnos a lakást azóta nem hagytam el, de majd remélem, hogy pár napon belül már tudok mankóval járkálni. Mert mindenféle olyan eszközt mutat be, amiket... Amikor életemben először voltam itt, kerestem ugye a rendelőt, és elindultam arra, körbe mentem, aztán csak ide kellett volna jönni balra. Szóval itt vagyunk most a első rehabilitációs kezelésemen, most cserélnek kötést is, aztán remélem elkezdjük az első rehabot. Okay, yeah, let me clean this up. You know, no, that's okay. That yeah, let's layer. Let it there. Uh-huh. And I'm gonna remove this one. It can come off. I just don't like to remove these. When the nerves grow back, you start to feel itchiness. That's a good thing. Right, let's just cover that guy. Good. So don't remove these, okay? Yeah. Keep coming. I want you to hang out here. Let it relax. Let it get comfortable in this position, okay? Yeah. Good, good. A little bit more. Good, perfect. Right there. Okay, I'm gonna push a little bit here. Alright, you relax. Baba, mondjad, nem kell mindent kibírni. Very nice. So these are the electro pads. Do you have them at home? Good. Még most meg kell feszítenem a lábam. Are you ready? Yeah. Mm-hmm. Is that too much? No. Okay. I lowered it. Squeeze, turn up muscle on. Yeah. You feel my hand? Mm-hmm. Good.
Then when it turns off, you relax. Szóval az első gyakorlat raktak rá, milyen elektromos valamit. De szóljál, ha erős, mert szólok neki. Csak én a feszítenem. Szóval, amikor érzem a gépet, akkor meg kell feszítenem nekem is. Ja, szóljak, hogy nagyon fáj. Lejjebb vegye. Na. Tipikus Ádi. A lényeg az, hogy most az elején úgy kezdtek, hogy ilyen méréseket csináltak, és 8 fok hiányzott ahhoz, hogy teljesen kiegyenesítsem a lábam. Ezért most olyan gyakorlatot csinálunk, amivel megpróbáljuk elérni azt a 180 fokos szöget, hogy teljesen ki tudjam nyújtani. Ezért raktak rám ilyen elektromos elektródát. És mindez 10 percig. 10 percig, igen, ilyen intervallumokban. Megizottam már most. Ez az összesen az új edzésforma. Nem gondoltam, hogy ilyen kemény lesz. Just sit here. Come down slow. Ready? Lift up. Use your muscles. Good. That's okay. You think you could do it on your own? Yes. Let me see. Lift. Good. Put your leg a little more back. Do it now. Yeah, I feel the muscle. Okay. No pain. That's fine. All right, same thing. 3 sets of 10. Tiszta Rubint Réka. Azt mondják, hogy tudod csinálni, akkor biztos, hogy 11-et csinálok. Okay, yeah. This is the one that you push down. Mhm. Ahogy sétáltam volna ki, ahogy meglátott egy UFC-sökkel, hanem megnézem, hogy ki az aztán Edson Barboza volt. Nekem ő nagy kedvencem volt mindig is a UFC-ben. Aztán oda mentem hozzá, hogy váltsunk pár szót, meg csináljunk egy fényképet. Mondta, hogy jó volt a meccsem, dehogy volt jó. Neki is ugyanez a sérülése van, mint nekem. Szóval most együtt fog, lehet, hogy valószínűleg többször fogunk találkozni, mert ugyanarra ugyanaz az orvos műtött minket, ugyanarra a helyre járunk terápiára. Szóval kicsi a világ. A lényeg, hogy kapdam pár gyakorlatot, amit otthon is volt. Tudom csinálni. Pénteken lesz a következő kezelésem. Körülbelül egy 50 perc, amúgy egy ilyen terápia. Elvileg már lehet, hogy pénteken el tudom hagyni a mankót, ha el tudok állni a lábamba, mert nincs annyira bedagadva a lábam, mint általában szokott az embereknek. Szóval bizakodó vagyok. De valami őszintén nem gondoltam volna, hogy ennyire szét lesz a lábam, hogy ilyen alapvető mozgások ennyire megterhelőek lesznek, de hát sose volt még műtétem, most felnyitották a testem, ez nem olyan jó jel. Sziasztok! Itt vagyunk a műtétem után 8 nappal, meg volt a második terápiám, egy körülbelül 1 óra 20 percet voltam ott, nagy hírt kell közölnöm veletek, most már újra tudok sétálni, túl vagyok az első héten, ami nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, igazából sok mindent nem tudtam csinálni, csak feküdni a kanapén. Volt pár gyakorlatom, amit minden nap csináltam, de az nem elégítette ki a igényeimet. A lényeg az, hogy tegnap óta sokkal jobb kedvem van, hisz már tudok mozogni, nem vagyok annyira kiszolgáltatva. Most megint újra megcsinálom a terápiát, amit tegnap csináltunk. Nyilván nincs minden eszközöm ahhoz, hogy ugyanúgy megcsináljam, mint tegnap, de emberi időben van a UFC, szóval közben nagyjából tudom nézni a UFC-t is. Lényegében most egyre jobban érzem magam, mert tényleg azt érezni, hogy napról napra jobban tudok mozogni. Ez nagyon jó érzés. Ami fontos, amit tudok még nektek tanácsolni, hogy jég, és fel kell emelni a lábat. Így napról napra nekem is megy le a duzzanat. Nyilván van most egy gyulladás ugye a szervezetben ilyenkor, de erre szedek ilyen gyulladáscsökkentőt. A mai napon szerencsénk van, mert pont így napközben tudom nézni a UFC-t. Megpróbálok majd
egy kicsit súlyzózni, van 2-4,5 kg súlyzóm, és azzal szoktam bicepszezni, meg tricepszezni, ilyen atomdurrantásokat csinálok, de megnézem majd, hogy tudok-e feküdtámaszozni, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy ma még elmegyünk a Kirkliffbe, ahol együtt nézik a meccseket a srácok, ha lesz pár olyan srác is, akit szeretek, akkor mi is megyünk, de remélem, hogy tetszett a videó, és hasznos információkat tudtok nyerni ebből a videóból. Ha igen, akkor légy szíves, iratkozz fel a csatornámra, és hogy dobsz egy lájkot, azt megköszönöm. Hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is szevasztok! Bam!